Több mint 100 zenész muzsikált egyszerre a színpadon az Agora zenei esték 5. egyben záró koncertjén. A Százan fújják elnevezésű produkcióban Tatabánya város fúvózenekara mellett hagyományosan a Komárom város egresi fúvózenekarának tagjai játszottak. Ehhez a duóhoz csatlakozik évről évre egy meglepetés vendégzenekar. Nagyjából 10 évvel ezelőtt az Agorával közösen találtuk ki ezt a rendezvényt. Az első években több városból érkeztek hozzánk muzsikusok, és utána, hogy a tatabányai, illetve a komáromi zenekarom is bővült, nőtt, így tulajdonképpen a két zenekarból bőven a 100 fő összeadódott, és most már hagyományosan 4-5 évvel ezelőtt elkezdtük, hogy a két zenekar tartja a Százan fújják projektet, és mindig vannak meghívott vendégeink, énekesek, mazsorettek, most épp egy vendégzenekart is magunk mellé szólítottunk. Idén a Pumázi önkéntes tűzoltó zenekar látogatott el Tatabányára, akik tradicionális, hagyományos fúvózenét játszanak, és fantasztikus menetelést és különféle alakzatokat tudnak muzsikálás közben előadni. Ezt majd a közönség reméljük értékelni fogja. Lesz egy meglepetés, amikor a három zenekar együtt játszik a koncert végén. Igény is van arra, úgy érzem, hogy az eredeti koncert fúvós darabokból is mutassunk minden évben, a műsor eleje ezekből fog válogatni, és hát természetesen a jó idő, a nyári hangulat az pedig elengedhetetlen a zene részéről is, és esztrád, film és hagyományos fúvózenén túl szambát, elég sok örökzöldet, ismert filmslágereket fogunk játszani még. A klasszikus fúvózenekari hangzás mellett a mai modernebb szerzeményeket is beépítették a repertoárba. A koncert olyan speciális hangzásképet ad, ami varázslatossá teszi a légkört a közönség számára. Próbálkozunk azzal, hogy mindenféleképpen a klasszikus fúvózenekari irodalomból is játszunk, illetve a közönséget kiszolgálva, egy picit zárójelben nevelve, de kiszolgálva próbálunk olyan dallamokat is játszani, amit nagyjából mindenki ismer és szeret, és megmozdulnak rá az emberek. Ez évek óta már berögzött ez a dolog, hogy jönnek a komáromiak, ők megtanulják, mi is megtanuljuk, és akkor ez abszolút gördülékeny, annak ellenére, hogy 100 környékén vagyunk ilyenkor a színpadon, illetve a téren. A formáció különleges koncertjére a tavalyi esztendőben Komáromban is sor került, és a hétvégén a Tokaji Varázs Fesztiválon is előadták a produkciót.